Légy szíves, beszélj a mostani csapatról, meg hogy mennyiben változik a koncepció a jövőben. Most egy új dolog épül, hogyha jól tudom. Így van. Hát elég sok mindenben változott áll most a csapat, úgyhogy kaptunk egy új edzőt, most egy magyar edző után ismét egy külföldi edzőt kaptunk. Egy spanyol edzőről van szó, aki szintén teljesen mást tanult, teljesen új dolgokat hozott most ide nekünk, ugye Magyarországra, és ahogy elnéztem, eléggé fogékonyak a fiúk rá, illetve fogékonyak vagyunk rá. Hát nyilván meg kell tanulnunk ezt a féle stílus, de egyébként tetszik mindenkinek. Jó, hogy vannak még dolgok, amiket tudunk tanulni, és tényleg örül mindenki annak, hogy teljesen ilyen friss és új dolgok jönnek így a csapatba, úgyhogy tetszik mindenkinek. Szakmai színvonalában mire lehet képes ez a csapat? Minden összetevőjét egybevetve mit? Gyakorlatilag bármi elérhető? Bármi. Igazából minden évben ugye elhangzik az, hogy a magyarban és a magyar kupát azt nekünk kötelezően meg kell nyernünk, meg kell őrizni, és igazából ezután a kettő után mindig a másik legnagyobb ugye elvárás az, hogy a BL-ben minél előrébb jussunk, és ugye azért itt vannak bátrabb emberek, akik már ugye kicsikét előrébb mennek, és akkor hogy ezzel a csapattal, ezzel a gárdával simán a négybe kell lennünk, akkor a kicsikét bátrabbak csak a 8-ig merészkednek. Én mindig úgy vagyok vele, hogy nyilván most van egy új csapatunk, egy új edzővel, azért meg kell szoknunk egymást, nyilván kell hozzá idő, vagy meglátjuk, hogy mire leszünk képesek ezzel a gárdával. Az ötlet úgy pattant ki, hogy szerettünk volna egy megfelelő áron bérelhető fotóstúdiót csinálni Budapesten, ami azért változatos helyszíneket kínál, ugye? És megfelelő minőségben áll rendelkezés az összes kiegészítő és az asszisztencia is. És úgy néz ki, hogy a koncepció működik. Ugye ezt már bizonyította az első stúdió. A második stúdió pedig ennek egy bizonyos formában
kiterjesztett változata, ugye van már szabadtéri helyszín, és van egy hálószoba koncepció is, amit mindenki szeretett volna már az elsőnél is, és sokszor be is rendezték, de itt mégiscsak ugye kompaktan előre van készítve az egész. Uh-huh.